Nézzük meg öt olyan dolgot, amelyet minden bizonnyal nem, vagy nem feltétlenül ismertél Edward korábbi verziójában Edward Benesről, ugye cseh politikusról, hát aki a magyar ellenességéről, vagy magyar gyűlöletéről is eléggé híressé vált köreinkben. Azért mondtam, hogy is, mert legalább annyira utálta a németeket, illetve a szlovákokat is, azért vigyáztam itt az elején, hogy nem azt mondtam, hogy cseh-szlovák politikus, hanem cseh politikus. Na nézzünk meg öt ilyen érdekességet, amelyet egy csokorban most összefogok, és egy picikét a Benes képet szeretném elétek tárni. Jó, kezdjük onnan, hogy ő a felsőoktatási tanulmányait, egyetemet, ugye Sorbonne-on végezte Párizsban, és ott mit tanult, ez a 20. század eleje. Kélek, francia nyelvet, ez roppant fontos, mindjárt mondom, hogy miért, történelem és irodalom, egyébként a kisebbi feleségével tanult ott, és felsőoktatású tanulmányainak egy magasabb szintjét Dijonban végezte be, hiszen ott szerezte meg jogászi doktorátusi végzettségét. Ez miért nagyon fontos? Mert már itt láthatjuk, hogy neki a francia politikumba, a francia gondolkodással kapcsolatosan voltak becsatornázásai, voltak kapcsolatai, és amikor az első világháború után Trianonról van szó, akkor eme háttér információit is láthatjuk a motivum rendszerében, tehát ezt úgy értem, hogy nagyon jól tudott ugye szépen a cseh érdekek mentén politizálni a magyarokkal szemben, hiszen ott már neki mondjuk egy másfél évtizedes kapcsolati tőkéje, háttere volt, és ezért ez nagyon fontos látni, mert Trianon vonatkozásában ez egy fontos aspektus, fontos információ, hogy őt ismerték francia országban. Ez az egyik. Nézzük a másikat. Amikor 1939 tavaszán, ugye Kárpátalja visszatért Magyarországhoz, akkor ő rögtön megkezdte az ottani ruszinok, hát mai ukránoknak az előfutárai körében egyfajta magyar ellenes propagandának a terjesztésé, ugye röplapokat juttatott be Kárpátaljára, és egy olyan kis négy soros, hát volt más röplap is, de egyet kiemelnék, mert ez nagyon szemléletes. Az egyik ilyen kis röplapra az volt ráírva, hogy míg Benes volt az apánk, sem volt a gatyánk, most már Horthy az apánk, szaros lett a gatyánk. Tehát ez nettó propaganda, ugye magyar politikummal szembeni hangolás volt, amit itt Benes szándékosan hajtott végre a Magyarországhoz visszatért Kárpátalján belül. Nézzünk meg egy következőt, és itt azért most a súlyosabb témákra térünk rá. Ugye, hát a kisebbség politikája nem éppen a demokrácia meleg ágyában fogalmazódott meg, tekintettel arra, hogy a bevezetőmben is utaltam ama politikájának mienségére, hogy ő gyűlölte a magyarokat, gyűlölte a németeket, és gyűlölte a szlovákokat. Ugye, eme kisebbség politikai módszere, kirekesztés az úgynevezett Benes dekrétumokban öltött testet. Itt azért nagyon fontos látni, hogy a Benes dekrétumok mai napig nincsen visszavonva. Tehát amikor 2020 júniusában, ugye Trianon századik eseményének századik évfordulóján volt egyébként Pozsonyban is egy, hát egy ilyen dialógus, szorgalmazó, támogató, ugye szlovák-magyar megemlékezés, párbeszéd, hát azért az egy fontos lépés, ez vitathatatlan a szlovák kormányzat részéről, de a dekrétumok nem lettek visszamonva. Nem félrejtés esik, nincsen alkalmazva, tehát senkit nem rúgnak ki most, mit tudom én, Felvidékre, hogy takarodj a magyar határ túloldalára, de a jogi keretrendszerben ez még nincsen visszavonva. Ennek azért van egy kis szimbolikus, hát nem bája, hanem penetráns bűze. Na, menjünk tovább, hiszen azt is azért látni kell, hogy a magyarokat ő hát úgy is meg szerette volna vegzálni, mármint Benes, hogy a bizonyos M betűt ki akarta tetetni a magyarokra, majd ugye ezzel lett volna előkészítve a koncentrációs táborokba kényszerítés zárás, és a történetet nem nehéz utána tovább gondolni, hiszen a II. Világháború időkeretében azt követő periódusban vagyunk. Itt azért Sztálin leállította.
De meg kell jegyezni, nem azért állította le Sztálin, mert neki az volt a véleménye, hogy jaj, a magyarokkal elbántunk, meg minden, a második világháború is milyen csúfságos szörnyszülötteket eredményezett a magyar nemzet testén is. Nem azért, hiszen Sztálin tudta jól, hogy itt még a 40-es évek végén, 50-es évek elején vagyunk, ekkor a Szovjetunió lépés hátrányban volt az Egyesült Államokkal szemben, lásd például az atomkísérletek vonatkozásában, és Sztálin azt is tudta, hogy több tucat szovjet nagyvárosnak a konkrét bombázási terve Washington asztalán ott van, és azért mondta Benesnek, hogy ezzel le kell állni, Edward, mert ezzel nem szabad, hogy az Egyesült Államoknak a figyelmét magunkra hívjuk, úgyhogy akkor itt kussa neved. És akkor a másik ilyen fontos dolog egyéb iránt, amit Benes, hát ugye szlovákokkal szemben, ott is leállította Sztálin, csak ott teljesen más volt meg itt a motivációja, ugye a grúz papának, hogy történetesen Benes, hát finoman szóval ki akarta a szlovákokat is rugdosni, szlováki területeket, meg mindent, tehát ilyen, hogy szlovák ilyen nincsen. Tehát, hogy azt mondja, hogy ezek hegyi parasztok, ezek pásztorok, ezek nem érdemlik meg, hogy egy cseh politikusnak még az árnyékába lépjenek, tehát ezek sehonnaiak. És akkor ő is a kollektív, vagy őket is a kollektív büntetés égisze alatt akarta megbélyegezni, és Sztálin felhorkant, hogy hát mi a francot gondolsz, Benes? Hát ezt hogy gondolod? Hát a szlovákok, azok szlávok. Benes akkor egy picikét ugye berottyantott, és mondta, hogy jó, hát én nem úgy gondoltam, én csak azokra a szlovákokra gondoltam, akik a II. Világháború időszaka alatt a nácikkal kollaboráltak. Hát Sztálinnak itt a bajsza nem igazán egyenesedett ki, hiszen azt mondta erre válaszként, hogy mi a francról beszélsz, Benes? Szlávok és kész. Ennyi. Nem lehet megbüntetni őket. Úgyhogy a szlovákok vonatkozásában Benes ezért nem tudott úgymond erélyesben fellépni, mert ott Sztálinnak a nagy pánszlávizmus logikájába ez nem fér bele. De ezért valahogy így össze szerettem volna foglalni ezt a pár kis érdekessége. Nyilván ezek azért is fontosak, ezeknek napjainkig is van hatása, illetve a legelső pont, amit megvilágítottam, a tanulmányainak a hátterét, annak a fizikai lokalizációját, tehát hogy pár Párizsban volt Franciaországban, az azért volt nagyon fontos, mert azért így láthatjuk, hogy ennek a kapcsolati tőkének, amit ott kiépített, Trianon vonatkozásában komoly ereje volt a tárgyalásoknál, komoly lobby tevékenységeket tudott arra az ismeret együttesre építeni, amit anno 20. század elején Párizs és környezetében ugye meg tudott szervezni, ki tudott alakítani, és ugye ez is példázza azt, hogy a történelme politikában olyan, hogy véletlen sosincsen. És ezért azt is szeretném ezzel érzékeltetni, hogy ez is mutatja azt, hogy nem lehet egy-egy apró elemet kiemelni, hogy Benes vagy a cseh politikát azt annyira imádták nyugaton csak és kizárólag, de hogy ez így nem egy a semmiből fogalmazódott meg, hiszen ott vannak egy nagyon hosszú időszakra visszamenő kapcsolati rendszer, amilyen rendelkezett, ugye, Benes, és ennek kontextusában már rögtön jobban érthető az, hogy a Benes és a Benes féle cseh politikai rendszer miért tudott könnyen lobby tevékenységet folytatni nyugaton, úgyhogy ez is azért hozzád egy picikét a Trianon képhez, és ahhoz, hogy nagyon fontosak a jó külkapcsolati rendszerek, és hát ugye a csehek ezzel rendelkeztek, mi nem, de hát ezzel voltak problémáink, ugye, ha picit visszajövünk az első világháborúban és a második világháborúban is, hogy a legjobbak maximum olyan Berlin környékig láttak át, de attól nyugatabbra nem, és hát ugye nem volt külpolitikai képviseletünk, nem volt külpolitikai lobby erő a magyarság mögött, és ez is hozzájárult ahhoz, hogy olyan körülményeket tett ránk a sors, vagyis a nyugati győztes hatalmak, hát azért itt a II. Világháború végén a szovjeteket is oda kell egyébként sorolni,
amelynek tudjuk jól a hatását, az eredményét. Na mindegy, így röviden ezt most le is zárom. Köszönöm szépen, hogy most is érdeklődésen meghallgattál. Lesz még ilyen személyekhez kötött pár kis érdekesség. Nyilván Benes ügyében is lehet majd még más témákról beszélni, csak most egy fontosabb öt fő pillért felsoroltam, megemlítettem. Nagyon köszönöm még egyszer a figyelmet, de szép napot kívánok, üdvözöllek!